teljesen kicsit. Na így ment a kocsival el, jaszkarizott végig. Már egy javacsöbben! Maga a showman kérte meg, hogy jó testvérhez méltón álljon a kamera elé, mivel ő egészségügyi okok miatt egy ideig nem mozdulhat ki ott volna. Ő most kezelés alatt a mai napon. De egy vércsörget, ezik mi mennünk. És ez a lényeg. Látod, a cipő is ma hasonlít a győzik is dolgokat. Gyerekek, ez az ember beteg. És nézd meg a kabattal is, mit művel! Megkezdődött a forgatásán, hamar kiderült, hogy Zsolti tökéletes választás volt Győzi helyettesítésére, hiszen az ős legalább olyan jól beszél, mint a showman. Ez a mi érdekes? Változtattam a dolgokon annyiba, hogy most én szeretnék Győzi kelemmi a parba. Zsolti tehát a tettek mezeire lépett, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban végezzen. Jó, de nincs helyette a te testvére! Eddig jó úton halad, így még az is előfordulhat, hogy hamarosan a győzike sót átkeresztelik Zsoltika sóra. Ez mi vicc az egész? Mondjátok már meg, ez mi vicces az egész? Ha nem, anyugodjam! Hagyd már meg, mi vicces az egész? Hagyd, hogy egész nap tönkretette az életemet, ez mi vicces? Hagyjátok már! Még a f***omba a tényleg! Győző! Hagyjatok! A vérnyomása! Vedd be a csökkentőt, a vérnyomás csökkentőt! Hagyjatok! Győző! Megint orrom vérezni fog az orrod! Hallod? Elmegy szerepelgetni! Hát elmegy szerepelgetni! Ki kell őrél miatt a jönni a kórházba? Jobb ott pihenni! Az nem vizet adja majd, hogy vizet adsz nekem te is! Hőzi meleg te a! Ez mi előttünk egy? Ugyan van! Nem a kis lakó! Jó van, Zsoltika sok! Köcsön, Tévi! És akkor mi van olyankor, ha köcsön, te szarod! Győző! Szarod le a köcsön, Tévi! Te szarod le a köcsön! Hátről a kezed! Miko nem érdekel? Beteg vagy! Beteg vagy! Te beteg vagy! Nem hiszé, kórházba kell mennem, elmegy úgy intézetbe!